És ha már itt a tavasz akármilyen is, akkor itt legyen egy tavaszi programajánló a Velencei tóról. Nézzük, milyen a tavaszunk. Van napsütés, van hóesés, van szivárvány. És itt van március vége. Már szép tavaszi időnk van, akkor csinálunk a gyerekekkel egy velencekört. Itt lehet biciklit bérelni, és irány előre. Beállítva, drága? Kényelmes tekerni? Jaj, nem áll. Emeljünk egy picit? Talán. Aha, ide húzódjunk le. Ide húzódj le, mert anya is nagy elüssön minket. Pillanat alatt megcsináljuk, gyere. Stop! Ja, betonon? De az a kijáró itt a füvön. Állj meg, stop, stop, stop! Jó, csak állítottunk neki a magasságon. Jövök, jövök! Jó, meredek, várjatok! Hát nem úgy megy az. Ez nem lépcső, ez egy létra, srácok. A Velencei tó Magyarország harmadik legnagyobb természetes tava a maga 26 négyzetkilométerével, aminek egyharmada nádassal borított terület. A napsütés hatására, valamint a sekély átlagosan másfél méteres mélysége miatt Európa egyik legmelegebb tava. Ez az alacsony vízállás okozott gondot 2019 és 21 között, de szerencsére vannak tervek és folyamatban lévő fejlesztések a vízszint folytonos szinten tartására. A Balatonhoz hasonlóan hazánk egyik legkedveltebb üdülőhelye, ehhez nagyban hozzájárul Budapest közelsége és a nagyon jó közlekedés, hiszen el lehet érni vonattal, autóval az M7-esen, és most már a Budapest-Balaton kerékpárút részeként biciklivel is. Úgy néz ki, hogy csak Gárdonynál voltak bogarak, itt már nincsen. Ez seregélyes pákosz környéke. Már teljesen megszűnt a bogár invázió. Szerintem, ha egyet talapot csételünk, az elég lesz mindenkinek. Hogy pecsételhetnék egy sima lapra is egyébként, szerintem tök. De van sima lapra? Ja, nincs. A homlokomra. Az a papír, amit átad? Á, tökéletes. Igen, arra mindenki rápecsételhet. Nyom. Egy pecsét. Ha összegyűjtjük négyet, akkor vehetünk egy pólót. Vagy valami. Majd meglátjuk a végén. Sajnos a pólóvásár nem jött össze. Előszezonban voltunk, így az utolsó megállónál nem tudtuk megvenni őket. Megpróbáltuk utólag megszerezni, de valahogy túl körülményes volt, így hagytuk az egészet. Pedig nagyon szeretnünk volna egy körbetekertem pólót, de talán majd legközelebb összejön. A kanyarbüfétől a Gabó cukrászdáig viszont rendes út vezet, de forgalom az nem sok van rajta, egy teljesen használható. Thank you.
Az M7-es felüljárónál van egy kis emelkedő, de a túloldalon csak gurulni kell, majd már Pákozdon is van az ember. Nézd, milyen írás van, Frida! Pákozdon van a Gabó cukrászda, ahol megint lehet pecsételni és beülni egy sütire, fagyira, kávéra kicsit felfrissülni. Így motivációnak sem utolsó, hogy fél távon van egy cukrászda. Ez egy kis adag somlói. Kis adag. Ilyen családi csomag. Pákozdot elhagyva, tettünk egy kis kulturális kitérőt. Ha itt elmegyünk egyenesen és nem követjük a bicikli utat, akkor kijutunk a világ legnagyobb huszárszobrához. Bicikli út! De egy picikét kimegyünk egyenesen. És... Most nyitva van. Legutóbb, amikor erről láttam egy videót, akkor még nem volt nyitva. De most be tudunk menni. A Miska szobor építése teljesen magánkezdeményezésként jött létre, így a helyszín a köznek megnyitott magánterület. Talán a videón nem látszik, de ezen a képen igazán kijön, hogy mekkora is ez a szobor. Eszméletlenül jól néz ki. Pákozd és környéke úgy néz ki, hogy ideális helyszín egy jó kis csetepatéra. Az 1593-as pákozdi csata a török elleni magyar hadjárat egyik fontos ütközete volt a Habsburg birodalom és az Oszmán birodalom között. Az oszmán török hadsereg főparancsnoka, Sinan Pasa, nagyvezír, 25 ezer fős sereggel vonult át a Duna-Tisza közén. Az ellene felálló mintegy 18 ezer fős magyar sereg főparancsnoka, Nádasi Ferenc volt, aki csapatával Pákoznál állította meg a török előrenyomulást. Jöttünk egy picikét a főúton, ott le kellett térjünk balra, kis erdei kilátóba. A Pákos-Sukorói csata az 1848-49-es forradalom és szabadságharc első jelentős összecsapása volt. Az 1848. szeptember 29-én Pákos-Sukoró pátka háromszögben vívott csatában Móga János altábornok seregei vereséget mértek a Jelasics József Horváth bán által vezetett seregre. Habár a veszteségek egyik oldalon sem voltak jelentősek, az ütközet a szabadságharc egyik legfontosabb eseményének számít, hiszen visszavonulásra késztette a jelentős haderőt irányító Jelasicsot. Itt található a Pákozdi csata emlékműve a Pákozdi Katonai Emlékparkban, ami azzal a céllal jött létre, hogy Magyarország 1848-tól napjainkig történő időszakát mutassa be a látogatóknak. Van egy kis technikai probléma a váltóval, én nem tudom mi történt. Recseg ropog egy folytában. Úgy néz ki, hogy ezen a helyen az én biciklim is vereséget szenvedett. A bogarak is visszatértek, és még nekem is sikerült rossz irányba mennem elsőre. A váltó szerencsére működött, csak nem nekem optimális áttéttel. Így gyertek el mindenképp balra. Bocsánat, bekaptam egy bogarat. Ha elmentek jobbra, az visszavisz arra az útra, amiről jöttetek.
Megér rengeteg a bogár. De legalább lefelé lehet menni. Most beletettem egy pluszkört, ami nem esett olyan jól. Ketté válik az út, lehet menni a tópartra, vagy egyenesen be Velencébe. Szerintem én egyenesen megyek most, mert a többiek engem itt hagytak. És nem érdekel senkit telefonon, úgyhogy ez lesz a gyorsabbik út. Szerintem ez a tóparti ez. Menjek a tópart felé? Merre menjek? Egyenesen, vagy a tópartra? Mindjárt kiderül. Irány a tópart. Beszélni nem tudok, mert tele megy a szám bogára. Így nézek ki. Ne gyertek le a tópartra rögtön itt az elején, mert itt csak bogarak vannak, de szerintem bicikli út az nem sok vonat. Inkább egyenesen. Tehát én, ha lejöttem, megnézem, ki tudok emelni balra, most már annyira mindegy. Lehet, hogy kevesebb a bogár, hogyha itt... De nagyon rossz az út. Mi egy csodás május elejé napot választottunk, sajnos pont szúnyogírtás előtti párás időszakban. Irány vissza errefele, nem tudok elmenni. Úgyhogy irány a betonút. Ezzel meg is van a teljes kör. Összességében egy nagyon kellemes napot töltöttünk el itt. 30 km hosszú az út, amit fel lehet osztani nagyon kellemes pár kilométeres szakaszokra. Legközelebb remélhetőleg a napos Spanyolországból jelentkezünk.